Az intézmény nem csak a saját szervezésű rendezvényeknek, hanem más egyesületek eseményeinek is helyet nyújtott az elmúlt időszakban. Nem lesz ez másként a munkálatok után sem, mondják az illetékesek. A kivitelezési munkálatok idejére a Művészetek Háza szünetelteti tevékenységét, tehát a nagy teremben és a kis színpadon ezekben a hetekben nem tudunk rendezvényeket sem szervezni, sem befogadni. Magyar Kanizsa önkormányzata sikeres pályázatának köszönhetően 6 millió dinárt nyert a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium Városok a Fókuszban elnevezésű pályázati kiírásán. Az elnyert összeghez a Magyar Kanizsai önkormányzat további 500 000 biztosított. A tűzgátló függönyt cserélik majd le a következő hetekben. Sajnos a vasfüggöny a maga több tonnás súlyával igen megviselte a szerkezetet, ezért a mérnökök úgy ítélték meg, hogy ezt a régi monstrumot le kell szerelni, le kell bontani, és ennek a helyére egy új, modern tűzvédelmi függöny fog felszerelésre kerülni. Ennek felszerelésével párhuzamosan a füst- és tűzérzékelőket is beszerelik majd.